Korábban beszámoltunk arról, hogy eltűnt Mórahalomról az első világháborús emlékmű Mária szobra. Az alkotást Kiskunfélegyházán leltük meg, ahol a szószoros értelmében egészen új arcát mutatta. A restaurátor Bozóki István vezetett bennünket körbe műhelyében, ahol beszámolt a felújítás részleteiről. A munkálatok a szobor esetében avval kezdődtek, hogy a sárga falfestéktől homokfúvásos technikával megtisztítottuk. Ez volt a legelső. Hát azt elég óvatosan kellett végrehajtani, mivel a Mária szobornak a lábrésze, a kis Jézusnak a lábrésze, illetve a szobornak a bal oldali posztanása, az teljesen lemezesre szét volt fagyva. Ezek kerültek ezután visszabontásra, tehát részlegesen mindig csak egy bizonyos felületet bontottunk vissza, azért, hogy egyrészt biztosan rekonstruálni lehessen a régi pozíciókat a formánál. De ez többé-kevésbé elég jól sikerült, mint az ábra is mutatja. Hát most a szobor felújítása az körülbelül 80-90%-os állapotban van. Ez azt jelenti, hogy római cementes, ilyen saját receptúra alapján összeállított restaurátor anyaggal lett javítva a szobor, mivel ez egy működőszobor, mással nem lehetett, meg nem is lett volna célszerű javítani más anyaggal. Ezek a nagy mintázások már tulajdonképpen elkészültek, ami hiányzik még az arc részletek, szemhéjak, száj, orr, és az egyik ilyen kis legpepecselőbb munka a koronának a újra visszamintázása. Ez 2 cm vastag júra mészkő, ezt Németországban bányásszák, Európában ma az egyik legjobb minőségű mészkőnek számít, tehát mind fagyállóságot, mind a anyagnak a tömöttségét nézve a polgármester úr részéről erre a kőre esett a választás. Ezekbe kerülnek majd bele vésésre a nevek. Hát ezek ilyen szeletekre lesznek felszeletelve, mire az emlékműnek a maga az alapja, az 2 íves karéból áll, és most is erre voltak fölvésve a nevek. Mivel a követ hajlítani még nem tudjuk, ezért kis oszlopokra kell fölbontani, és ilyen sávos alakzatba lesznek fölépítve a meglévő emlékműre. Mikor kerülhet vissza a Mária szobor Mórahalomra? Hát reményeim szerint, meg hogyha a Jóisten is úgy akarja, hogy ilyen szép idő marad még, akkor egy 2 héten belül újra a helyére kerül. Utána már kisebb javítási munkák fognak folyni, illetve a tábláknak a szerelése fog folyni.